Nagyon fontos, hogy az iskolás gyerekek minél több ismeretet szerezzenek. Drónokkal foglalkozni azt hiszem, hogy nagyon izgalmas és érdekes. A mai napon erről kapnak mindenféle információt. Igen, a közalapítvány egyik célja, hogy a fiatalok minél több dologgal ismerkedhessenek meg, és a mai nap a Diák Önkormányzati Nap keretein belül a drónos nap valósul meg, ahol egy egyórás előadás keretein belül ráláthatnak a drónos világra és a különböző szakmai lehetőségekre, utána pedig majd ők maguk is ki tudják próbálni a drónokat, és a különböző fajta drónokat is megnézhetik, oktatók segítségével is kapnak majd különböző információkat. A drón szakma az a jövő szakmája, ami már azért a jelenben is kezd kibontakozni, és azt szeretnénk, hogy kapjanak inspirációt a fiatalok, hogyha valakiket ez a világ nagyon megmozgat, akkor lássák azt, hogy milyen lehetőségeik lesznek a jövőben, hogy profi drónpilótákká válhassanak. Mi az, amit tudnunk kell így alapvetően a drónokról? Elsősorban katonai felhasználásra készítették őket, majd ez szép lassan átment a civil életbe. Elsősorban játékként, később pedig, ahogy a játékot ki lehet tapasztalni, átalakult úgy a felhasználása, hogy megpróbáljuk a mentésben használni. Támogatjuk vele azokat a szervezeteket, akik bármilyen funkcióban, életmentésben, katasztrófavédelemben, egyéb kutatásban vesznek részt felülről, mert hogy a többiek inkább a földi megközelítést alkalmazzák, mi ezt egészítjük ki légi megközelítéssel. Most Magyarországon jelenleg milyen szabályok vannak a drónokra vonatkozólag? Nagyon szigorú szabályok vannak a drón reptetésére vonatkozóan, Európai Uniós szabályok szerepelnek benne, meg kell felelni mindenkinek, aki drónt akar reptetni. Kivéve, aki játéktípusú drónt, ez súlyhatárhoz kötött, kamerához kötött. Tehát aki azt szeretné, hogy felrepül és föntről megnézi, például a saját telkét, a szomszédét, amit nem szabad, ahhoz már külön engedély kell. Van olyan, aki megkaphatja ezt a teljes engedélyt, hogy bárhol, bármit megnézhessen? Elsősorban vizsgával kell rendelkezni, utána pedig a szomszédnak a kifejezett hozzájárulásával, mert hogy magánterület, oda nem lehet menni drónnal. Adatvédelmi okokból. A drónreptetés elsősorban hobbi és szórakozás, tehát nem lakott terület felett, nem a szomszédot nézem, nem kíváncsiskodok, hanem a magam örömére repülök valahol, ahol senkinek nem sértem meg a személyiségi jogait. Gondolom, hogy fejlődik a drón is, a technika is, és lehet, hogy például egyre halkabb lesz, nem is lehet észrevenni, olyan lesz, vagy úgy tud elhelyezkedni, hogy észre sem veszi az ember, hogy ott van egy drón. Igen, ez így van. Technikai megoldásokkal már el tudják érni azt, hogy akár 30-40 méterről szinte halhatatlan. Ezért vannak a szabályok. Aki a visszaéléssel visszaél, annak szigorú büntetések járnak. Egy kitágult világ tárul a gyerekek elé, a média, a YouTube csatornák és olyan források mentén, amelyekkel betekinthetnek olyan részekbe is, amivel korábban nem volt lehetősége, például az én gyerekkoromban. Ez a drónos világ, ez egy olyan újfajta iránya annak a technológiának, amit akár a robotokhoz köthetünk bármihez, amely egy szakmai irányt is képezhet a diákoknak. Tehát ma a filmforgatások, a természetfilmkészítések, a bármilyen élethű vetélkedők erdőben bárhol lekövetése drónpilótákat követelnek. A diákoknak is van már drónjuk. Ahhoz, hogy ezeket a drónokat valóban abban a közegben lássák, hogy milyen típusú szakmák is azok, amelyek elérhetők lesznek számukra, vagy milyen követelmények lehetnek, akár egy raktártechnológia, akár egy csomagkihordás, akár egy mentő helyzetben. Azt gondolom, hogy ezeket meg kell ismerniük, akár jövőképet is teremthet, mert most még csak a játék, a játékosság terül eléjük. Már vannak olyan diákjaink, akik már részt vesznek olyan forgatásokon, ahol ő a drónpilóta, mert drónversenyzőként kiválogatták őt. Tehát, hogy láthatóan már a diákok egy jó része más szemmel is látja ezt a világot, jövőképet is keresnek benne, és ez is egy olyan szegmense lehet a világnak, amelyben láthatnak maguk előtt valamilyen jövőképet.
Ön személy szerint hogyan látja, nyilván megvan az előnye és hátránya is, hogy a gyerekek sokkal otthonosabban mozognak akár a számítógépek világában is. Milyen előnyöket, illetve hátrányokat hordoz ez önmagába, illetve hogyan lehet kereteket szabni szülőként? Szülőként rendkívül nehéz. Tehát szülő nem lát bele, hogy a gyerek milyen tevékenységet űz a számítógép előtt. Eleve sok gyerek csukott ajtó mögött van a számítógép előtt, ezzel akár vegzálhatják, vagy vegzálhat ő bárkit, például úgy is, hogy ő nem tud róla, hogy ez milyen kárt okoz más diáktársainak, vagy más közegnek. De megfordult egy kicsikét az utóbbi időben, nagyon sok gyerek autodidakta módon tanul. 3D nyomtatásokat terveznek, 3D nyomtatókhoz, ha már hozzájutnak gyerekek vagy iskolai keretek között, hogyha ezek alkalmazhatók, már ők tervezgetnek ilyeneket. Tehát már egy kicsit átfordult ez a számítógép, PC használat az otthoni életben. Sok gyerek már hasznosan használja, már az érettségi készülésük, és például akik emelt szintű érettségre készülnek, nem csak a tanórák keretében tudják alkalmazni ezeket az információszerzés forrásokat, hanem már arra is, hogy ő készüljön valamire. Az egyetemi életre szerintem a legjobb felkészítő erő az, amikor önálló tanulásra is képes a PC használatával egy gyermek, és ezzel azt gondolom felkészült arra az egyetemi életre, ahol számára a számítógép egy hasznos eszközzé vált, és minden bizonnyal ezzel integrálódik abban a munkavilágában, ahol majd számára ez már követelmény lesz, mert pedig már őnekik mindenhol követelmény lesz.